A balkáni migrációs útvonal továbbra is veszélyt jelent Magyarország biztonságára, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, Brüsszel 2015 óta hibás válaszokat ad az illegális migráció okozta problémákra. Zsigmond Barnapál államtitkár pedig arról beszélt, kiemelt feladatként kezeli majd az illegális migráció elleni küzdelmet az év második felében az uniós magyar elnökség. Látszólag nem jut dőlőre a telefon másik végén lévő féllel ez az illegális migráns a szerb fővárosban. A Belgrádban tanyázó migránsok általában az embercsempészekkel egyeztetnek telefonjaikon, viszont, mint ebben az esetben is, ez nem mindig zökkenőmentes. Az illegális bevándorlók saját elmondásaik alapján már indulás előtt leszervezik az útjukat, amiért rendszerint több ezer eurót fizetnek az embercsempészeknek. Egyikük az M1 stábjának arról beszélt, most útbaigazításra várnak, de úgy tudják, hogy a szerb-magyar határon túl erős a védelem, ezért más irányba mennének tovább. A magyar határnál szinte lehetetlen a továbbjutás, én nem is próbálkozom arra. Törökországban úgy mondták, hogy Bosznia felé kell mennünk, mert ott könnyebb lesz. Ha sikerül, akkor Horvátország következik, onnan már könnyen elérem Németországot, bizakodott egy afgán migráns. Azt tudjuk itt a balkáni útvonalon mondani, hogy veszélyt jelent továbbra is a határbiztonságra, ezáltal a belső biztonsága is. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta, az embercsempészek útvonalai változhatnak, de az Európára nehezedő migrációs nyomás nem csökken. Az Európai Unió pedig 2015 óta folyamatosan rossz válaszokat ad az illegális migráció okozta problémákra. Azok az intézkedési tervezetek, jogszabály tervezetek és politikai lépések, amelyet az Európai Unió megtesz, most már 2015 óta, de különösen a közelmúltban a migrációs paktummal, Európai Bíróság előtti eljárás indításával, stb. Ezek hibás válaszként értékelhetők, amit az illegális migrációra adtak. Továbbra sem a külső határ biztonságos őrizete a hangsúlyos, sokkal inkább a migráció kezelése a cél. A Szerbiába érkező illegális bevándorlók túlnyomó többsége most Bosznia-Hercegovina felé folytatná útját. A hivatalos adatok szerint több mint ezren várakoznak jelenleg arra, hogy tovább menjenek a kiszemelt Európai Uniós célország felé. Brüsszelben aggódnak, hogyha nem a baloldal kerül újra többségbe, akkor veszélybe kerülhet a migrációt támogató álláspont. Ezt pedig már az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára mondta. Zsigmond Barnapál úgy fogalmazott, Brüsszel migrációpárti politikája megbukott, ezért változásra van szükség. Magyarország és Európa jövője forog kockán. Ezért mi azt mondjuk, hogy Brüsszelben változásra van szükség, a változás előfeltétele pedig egy új, az európai jobboldal részvételével kialakuló politikai többség a júniusi európai parlamenti választásokon. Olyan bevándorlás ellenes európai parlamenti képviselőkre van szükség, akik idegen érdekek helyett a nemzeti érdekeket, akik háború helyett a béke ügyét képviselik. Zsigmond Barnapál azt is hangsúlyozta, a második fél évben a magyar uniós elnökség idején kiemelt figyelmet fordítunk majd az illegális migráció okozta problémákra.